az egy a Magyar Esport TV csatornáján. Made in Brazil versus North Küzden megkezdünk a mai ESL Pro League 9. szezonjának döntőjén. Úristen, Kolzera! Hát így elindítani a napot. Egy golyó az, egy fej. Én a Roberto vagyok, és itt van velünk még Leszki is. Köszöntök én is minden kedves nézők közben érkezik a B támadás volt, de egy, és fel azonnal visszalövi. Kolzara is meghal rám, így folytatódik a pisztolykör a bomba lekerült, mert a visszafoglalás fair van nagyon-nagyon jó helyzetben. Jugival viszont nem tud olyan könnyen végezni, most esik még csak el. Kezdik közben Kierbi, és már marad is egyedül, Ézi elesett ugyan Fallen, hát nevéje szíven szintén. És tulajdonképpen ez egy kicsit azért nyerhetetlen szituációnak tűnik, két oldalról is körbeveszik. Még hogyha jól használja a fedezékeket, akkor még jó lehet. De valószínűleg ez Fáps nem fogja elrontani meg volt a shoulder peak, és ő már tudja, hogy nincs félni valója. első kör a Made in Brazil Nem Na mit gondolsz, Leszky? Mi lehet ennek a mérkőzésnek a végkimenetele? Én bízok a Nordban. Nagyon meggyőző volt a teljesítményük, főleg a nyitó mérkőzésükön. És annak ellenére most elbukták ezt a pisztolykört, de egy BO3-sanál egy pisztolykörből totális a végzetes hiba lenne kiindulni ebből. Én azt gondolom, hogy Mirást el fogják veszíteni, nagyon rosszak rajta, már bocsánat. Tehát ez a 18%-os győzelmi arány tegnap sem sikerült javítaniuk. A Midi Brazilnak meg 60%-on van, persze ez magában nem mond semmit, hiszen ők sem remekelnek, de szerintem még ezt a pályát be tudják húzni, viszont uh, Inferno-n egyértelmű várok, ahogy az egyébként meg volt a BO1-ben is és utána lesz egy érdekes overpasszunk, úgyhogy nagyjából, ha most lehetne time travel tehát utazni az időben, akkor megnézem. Már most ugranék a harmadik pályára, de előtte még megnézzük ezt a kettőt. Hát igen, a Made in Brazil teljesítmény is sokban uh, függ egyébként, mert vannak olyan momentumok, -ok, amikor nem azt a teljesítményt nyújtják, amit, uh, amit azt megszokhattunk tőlük. Láthattuk, hogy a Fury is megelőzte már a világlanglistámon fitársaik, úgyhogy uh, Hát kíváncsiam, várom, hogy lesz ennek a mérkőzésnek a végkimetele. Én titkon mélyen állnak szurkolok. Ézi, előtte fel, de Takko Palotából nagyon eredményes, és már duplánál jár. fel. megérkezett konnektorból. Már csak volt, is Jugi maradt. Irányító és az AVP-s. Ó, a nán oldalon. És bére indul a támadás, ami azt jelenti, hogy teljesen elkerülik a maradék két CT-t. Így tulajdonképpen ez egy biztos Made in brazil győzelem ér fel. De ami még fontosabb, hogy nem szabad elveszíteni felpszet sem, és takót sem, hiszen ők mindegy egy lövedékek lennének, még akár pisztolyból is. És már önmagában az, hogy három fegyvert elveszel ECO körben, az egy, az egy jó dolog. Most a Made in Brazilnak a játéket mindig is úgy ismertük meg, hogy lassabb, de képesek berobbanni is ugyanakkor. Ugye ez a, és én persze leegyszerűsítettem, mert nem csak ez a két játékstílus van, de hogy ezt is mondta el Fallen a interjújában, amit nemrég adott, és talán két nappal ezelőtt mi is megírtuk, amit biztos, hogy megírtuk, csak két nappal ezelőtt volt, hogy a Fury -a nagyon jó, tehetséges játékosokból áll, de Isten igazából, mivel egyfajta játék stílusuk van, ez a nagyon agresszív, ezért most még ez meglepő, tekintve, hogy senki nem készül rájuk. De amint tulajdonképpen most elfoglalják a top 5-ös mezőnyt, bárki ellen BO3-ba fognak kerülni, vagy akár bo 1 biztos, hogy ki fogják őket demózni, és akkor már nem lesz ilyen egyszerű dolguk. Úgyhogy valószínűleg előbb vagy utóbb azért nekik is uh, meg kell küzdeni azzal, hogy már kívülről fogják fújni, hogy mit csinálnak. De ugyanúgy az Astralisnál is így van ez, tehát mindenki az Astralis taktikáiból, meg játékát kezdte el adaptálni kb. fél évvel ezelőtt magában. Közben már 2 óra vezet a brazil csapat, és lelőtték az összes CT-t az Eco körben. meg megjön a nyitó és duplán is Jézusom! Lefüleli ezt az agressziót itt rámpán, amit Gade és Ézi próbált meg, és végig csak kázi úgymond tereld ezzel a passzivitással, mert nézd meg, átrotál állat B védő Valde személyében, és bemegy a B, hárman mennek B házból, és most már a bomba is jön, a cipeli azt, Kirby még fert ellövi, aztán gyorsan pozitvált, de észreveszik, hogy kiugrik Nitrás szobába. Jugi is itt van árakont Kolzera még mindig itt tart Tetrisről, alapos észreveszi Jugit, Na, ki meg ezt a párharcot? Jön a segítség egyébként Kierbit a jungle -ből. És Kolzera triplánál jár már is. Lesz-e négyes? Esetleg... Nem, Kierby lekapcsolja a lépcsőről, de ez nem, így nem lesz egy nyert kör. A Northnak. Fola még esetleg előhetné Kierbit. Na, ez érdekes lesz. Van még idő. Ki fog-e mozogni a Dán fiatal? Szerintem nem. És ez nagyon nagy ajándék lenne, ha legalább egy ak tudna hozni. És nagyon könnyen hozza az első fegyveres körét a Northnak a Made in Brazil, ami persze hozzátett, az a dupla. Hát, entry, bár Isten igazából ugye nem mentek be utána ára, hanem Bét e, támadták. De maga az a játék, hogy Coldzela lesz a lurk. erre már készülhetett volna a North, és akkor a vásárlásokat tekintve lesz néhány granátjuk és 5-7. Aki kihozott egy AK-t nem még csak ő fregel úgymond Hol lenni a nyitó rámpán előtte Easy Az SG-vel Ha már SG-k illetve Augok itt még szerintem célszerű elmondani hogy itt az EPL-en még a normális, úgymond idézőjelben, tehát normális augot használják velek, tehát itt a frissített változatot. És hogyha minden igaz, akkor hamarosan Gabessonnak az Esport egy Youtube csatornáján, meg is nézhetünk egy elemzését ezzel a változtatással kapcsolatban. Youtube-on lesz majd fenn, de nyilván cikkbe is beágyazzuk és körbe fogjuk szórni, hogy lássátok, hogy mit gondol a Budapest 5 játékosa Addig pedig nézzük meg ezt a B-támadást, amit első körben van, hát igen. Kervi próbált volna már kerülni, hiszen van info erről, a, erről a B támadásról de fel meg tartja közepet, annak mennyi és módja szerint nem tud Valde fregelni. És Gid marad egyes egyedül. Akit pedig szintén fel kapcsol le nagyon magabiztos kezdés, sikerült stabilizálódni a Made in Brazilnak, főleg így, hogy nem kellett új fegyverekre költeni. Igen, pont ezt akartam én is kiemelni, hogy már egy jó bank kiépítése úgymond megtörtént, nyilván lehet ennél még jó, jóval jobb, de hogyha így hozzák a köröket ilyen stabilen és ilyen magabiztosan, akkor meg az a jobb bank is fog alakulni. 4-0 tehát, Fólem pedig megint. A, a és megjön az agresszió Uff. rámpán, és volna megint meglövi az entry ezire, 10 HP-val éli túl a párharcot, gét tovább megy. És hát infója lesz arról, hogy rámpán nincsen senki, palotában azonban megbújt takó. Vajon gét elmegy egészen top mindig, vagy talán visszafordul palotába? Egy kérdéses. Kette jönnek alsóból, mint azt láthattuk a csodálatos kameraállásból. És Takó meghal. Lebutik, igen. Viszont tisztában azzal a médiumban in hogy nem fogják tudni keríteni az át. Ezért muszáj változtatniuk a támadáson és Röviden fognak bemenni. Itt is csak egyfajta útvonal van, be tudnak menni. És Fallon elesik, ő volt a nullos játékos, majd Koldzera esik. Úgy tűnik, hogy Géd ezzel a kerüléssel tulajdonképpen meg is nyerte a Northnak ezt ha. a kör, de még ne annyira korán a medve bőrére. Fer még játékban van, és két fejet ver igen gyorsan kerülő játékosunk. Gédről pedig egyébként lehet információja, hogy hát lehet megint nagyot fog kerülni. Bizonyám, Fer egy v 3 hoztat, Jézusom! Géd nem néz egyáltalán kocsihoz! És ez hallom, ezt látta Fer vajon? Ha. nem hiszem, de ezt ha hiszem meg már hallja. Hallja, Ez hallja, így van. Ez már, már elronthatatlan gyakorlatilag. És kilóg a bomba, úgyhogy még behúzni se lehet. Mi? Te magát. Úristen! volt egy kis szikra reménye Gédnek, hogy megnyeri. De végül csak nem sikerült. Egyébként fel kellett ez a körhöz, mert látható, hogy a split körök azok bejönnek, viszont hogyha csak egy útvonalon megy be valahova a Made in Brazil, azt, viszont, azt viszont tudja kezelni a North, vagy legalábbis kérbi tudta ezt a rövid támadást. Szép volt, nagyon kellett most fel. Hát nem hiába egyébként a csapat legjobb játékosa, tehát én ezt már képzeletben átadtam neki, hiába vannak talán jobb statisztikai koldzerának. Énnek egyébként korábban voltak fül problémái. Volt bizony. De úgy tűnik, hogy most már minden a legnagyobb Ren rendben. Hallotta, hogy leugrott Géd. Hát, hogy legalábbis ordították nekik, te így. <laughs> Leugrott, leugrott! Mi nem. egyébként Mirázsa nem volt sokkal jobban North, ott is kikaptak, tehát ez félreértés ne essék. Én egyébként pontosan erre számítok, hogy itt ezen a, ebben a küzdelemben nem, nem, lesznek most még jók Mirázson, és majd Infernon tudják még ezen megmutatni magukat. Hát konkrétan 8 a kört szépen? hoztak. Bocsánat, a, a phase baj, ellen. Uh, ami érdekes számomra, hogy nem is négy, bocsánat, három, de uh, burcsa, hogy nem cz alkalmaz. A North. Valde. Egyébként pontosabb a 5-7, tehát nem hiába. Hát igen, csak az azért az, hogy automata pisztoly, az azért az... Hát ha elég gyorsan katting, az is automata kapta. Makró. Igen, makróval. Phelps számít arra, hogy agresszívabb lehetnek a CT-k. Phelps öt kör után egy egybe van, tehát szóval szolidan így. Nem ad hozzá, sem vesz lenni a nyitó? Falem. Én. Hát igen. Easy nem tud gyorsan kattingatni a 5-7-nel. Nincs már bujká, de benéz ide, takó, illetve fel is. Jugi ct előtte már magát, a bomba megy open pozira. Kierbi még kolzerával végez. Nagy nagymestere a desertnek. Még az Asszolis csapatában mutatta meg, mire is képes a Dezivel. ő járt ott is. Ennek ellenére megint nem lesz meg a kör a dánoknak. Nem ám. Most azon gondolkozom, hogy ugye a Féz ellen is uh, úgy kezdtek, hogy 4-1 volt. Egy költ hozott a nort, aztán négyet. Hirtelen gyében a Féz, és, és ott is elég nagy különbségek voltak közöttük. Aztán persze, tudod, ebből valamennyit. Uh, javítani a North, de Isten igazából a Mirage nem, nem, az ő pályájuk. És, amit látunk az igazából az, hogy ez a két játék stílus is pont olyan, ami itt most kedvez a Made Brazilnak. 24-es atr van Gade, 104-esen pedig Kirby. Valamiféle stílusváltásra lenne szükség a nordnak. Egyébként simán nem tudnám képzelni azt is, hogy megpróbálják palotát elfoglalni, hogyha lenne egy jó spónya mondjuk Juginak a VP-vel megpróbálni ezt. egyelőre viszont inkább közepet nézi, ahol viszont nem lesz T. Gédelt, hogy előni felszett kicsit indokatlannak tűnt ez a betámadás, így egyedül. Takú is elesik, szintén trédelhetetlenül. Fallen. Uh. A Fallen közel van nagyon ahhoz most már a North, hogy... Fú, de be lehetne ez a Így van, nincsen senki. Most fog majd jönni ki RB. Ott van már konyhába. Az azonban kivár. Ja, most nem kéne azért a CT-nek CT agressziót alkalmazni. Szépen megülni a rakón és megvárni, amíg a maradék két terror megérkezik valamelyik rakóra nem tudja elni ki t és Fohlen 1v4, ő szokott ilyeneket hozni azért, szóval oda kell rá ráfigyelni, Uf, ott az első. Fejre, nyilván. Nyilván, 441-1, ugye, hogy érezze a szeretetet Ki-erbi. uh, hibázik úgy, hogy Fohlen nem is nézett rá, 30 másodpercet a körvéget, lekerül a bomba, a gate megint hátulról jön, egy CT rövidről, egy pedig konyhából. A konyhásról van infója, rövidről pedig elárulja ezzel a vakítóval magát. A bocsánat, Géd, és Valda jött hátba, bocsánat, nem is Géd, úgyhogy... Erre már nem számított. Így, hogy jött hátba, így nem számítottak arra. Ha Géd került volna, akkor biztos visszanéz. Szörnyű, szörnyű kezdése volt a Made in Brazilnak, viszont ez a befejezés ahhoz képest egy nagy javítást jelent. Egyrészt tettek bombát, ami tovább növeli a a pénzüket lőttek, három fegyvert, tehát a CT-knek az pótolniuk kell majd, vagy dobni egymásnak, és ez meríteni fogja nyilván az ő bankjukat. Szóval ez minden értelemben egy, egy javítás volt a kör elejéhez képest. Érdekes volt azt látni, hogy nagyjából a köröket a Made in Brazil úgy hozta, hogy ők reagáltak a Northnak a játékára. Most ők próbáltak valamilyen játékot diktálni azzal, hogy bepróbál, megpróbáltak berobbanni gránátok nélkül palotából. Hát ez nem nagyon jött be. Most viszont Takó megy előre. Uha. Na mit mondasz? Hát, hogyha volt itt elkapna egy jó temet rövidről, és akkor néznek ki, akkor jobban jön neki ebből a CT csapat. Az igen. Takó, tudjuk, az szép volt. Phelps. Bonibán. Mit csinál Easy? És el tud ugrani. És még így is összejönnek, hát elképesztő. Hát ez nagyon most nagyon lucky volt. a G2-ban van. <laughs> Akit egyébként szintén követni fogunk a mely csapatot. Hírói kellem majd. Második mérkőzésünk. Nagyon előre szaladunk, de... Ez még bőven akció itt a brazilok és a dánok között. Kierbi végez felre, a gét fönn van palába, és nem néz föl senki. Majd a géd egy-egy frag, ott kettő. Azt ki easy Northwind. Vagy tudja lehet ugye támasztani ezt a véleményét. Megszólaltassuk? Ne? Mindjárt jön a chatba. na 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 na. Jön az első taktikai időkérés <laughs> a Brazil-tól. Rídelem, rídelem a csetet. <laughs> na, vagy ha már akkor elindítottuk ezt a nézői prediktációt, akkor Instagramon egész nyugodtan ugye Ugyanis az Esport egy Instagramján minden nap van, storyban lehetőségetek szavazni, meg is nézem, hogy hogy állnak ezek a százalékok. Mindenközben elindul a 9. kör. Midin, Brazil North 5347. Tehát nagyon-nagyon megosztott a nézősereg, illetve hát itt az Instagram követőink. Reméljük, hogy sokan vagytok ott közülük. Igen, igen, nekem is valami azt súgja, hogy a North fog nyerni, de nem lesz könnyű. <tosz> Jó, oh, a két kör között majd ott eszembe valami, most még ezt megvárom ezt a terror passzivitást, hát a kisül belőle. Bármi. E te lemennek megint alsóba, Fer és Febs. A duó, mint korábban. Igen, és jön egy vakító, azonban Pik nem érkezik. Hopp, minden. Üst. mert pedig. Elbszer Egyetemben megérkezik a hasóból, és jöhet majd ott akár egy boost. Molizák a blakot, ez nagyon passzív. angle -ben. hát ez egy, ez egy, igazi made in Brazil kör Igen. egyébként. Hát abszolút, hát majd mindjárt 15-nél betámadnak. Vagy átforgatnak 15 nél Igen. bére. Az attól függ egyébként, ha Takó meghalt volna, akkor lehetséges, de így viszont tudnak split csinálni. Szóval igazából ez, ez most jön fel szépen lassan. De biztosan, gade Nagyon nagy szerencsé... Micsoda, még egyetől és még fedezékbe is vonul! Hát ez... Pedig egyébként abszolút nem egy jó spot, ahol állt. Jézus. És jugi befejezés. És azért nem jó spot, mert tulajdonképpen így... Ugye jöhetnek térámpáról és jöhetnek be középről is, tehát nagyon rizikós volt. De bejött neki. Istenke. Azt lehet mondani, hogy a háromból két kört majdnem egy gét hozott le. És elfogyott a pénz erre a oldalon. Norban három bukott körnek köszönhetően már csak pisztolyok és Kevó, illetve a gránát a palettán, Fallen már de egy HP-n, Felsz is kap egy kisebbzést. Ketten voltak ablakba jugival és Kérdővel fair, följött alsóból, de talán hallhatta a konnektorban lévő ézi, hogy égett egy picit, börkölődött a mulóban, Fair. Hopp, ott egy kontakt kérdőugrásának ugrásának ezt nem a de kipíkel. De rá, nah, az eco, de csak kettő tud elvenni, mert Coldzer a pontos a Dezivel. 3v4, és Jugi és Kierbi fél HP-n. Na vajon ugrik -e egyet? Kierbi rá, le mondjuk egy duplát, nem. Hú! Uh! Kapott egy nagyot, Fer. És már csak a maradt egyedül. <tot> nem tudom egyébként neked, milyen a játék hangereje? Mert nekem maximum húzva, és így is kicsit halknak tűnik. Igen, és még van egy kis fehérza is akkor lehet azért tartják halkan. Tudják a B-streamen nem, nem nagyon tudták még megoldani ezt a problémát. Tehát nekünk, amit mi tudunk a saját rendszerünkön húzni hangon, az maxon van. Csak valószínűleg a jel olyan, amilyen. Byte noise. Azt nem akarják, hogy jobban halljuk. 11. Nem baj, legalább hallhattak téged, Robert. Hát meg téged lesz így. Dehogy is. De, talán elállítjuk, hogy ö, van egy beosztásunk, és ott nem én voltam ma a soros. Hogy, ah, hát igen, igen, igen. Élek, de. Nem, 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 nem. Az, minden, az fontos, hogy ne te legyél a soros, elégen. mert akkor ki tudja, mi lesz. Nem. <laughs> a soba a moló. Jaj! megkóstolták egy, egy picit, de nem, nem fájt annyira, igen. és Géd azzal próbálkozott, hogy rámpán voltak agresszívek, és most Éz és Yugi nézelődik a legtöbbször konnektorba kifele, hogy ővék legyen a mit control Újabb CT füst. Konnektorba. húzt, nem érkezik az agresszió. Úgy tűnik, hogy ez a passzivitás, nem az a gédés, amit említettem, gédés Ézi által történő agresszió Trámpán. Ó, oh, Még fejbe tudta lőni, felbszedt easy. de azonban visszalőtte őt hamar. Olyan teljesen vak, és így vakon is kiúri. Bátor füst volt, hogy a sarkába dobta uh. a oh, oh, oh. Hát ami Úgy a szerencsés volt a Trámpán lesz. most. Hullallaki volt géd. 4v3, Yuginál még van egy moló, amit bedob alap kettőre, sőt, még Firebox mögött is égni fog az a gyújtó. Így nehézkésen tudja letenni egy pár másodpercig a bombát, ó, vaj, de pedig már flankel, réges rég. paló ráadásul el is veszi a gázt idézőjelben, megnyomja a shiftet és elkezd volkolni. A bomba lekerül, ember hátrányban kell ritékelni, akkor visszanéz és le tudja lőni Valdét! És így már lehetséges, hogy ez a kör leves a Nord számára. Yugi elugrál is már B felé veszi az irányt, így van, nem tud felzárkózni egy körös differenciára a North. Akkor egy eszméletlen gondolkodás menettel, hogy hát ha jön valaki Palotából, visszacsekkolok. És jött is bizony de akit le is tudott lőni. 7-4! Takkó az a játékos, aki általában nem lő olyan iszonyatosan sokat, a Team Liquidben sem, viszont hihetetlen impact fegjei voltak, amik ugye a körre a legnagyobb hatással bírtak, mint mondjuk egy ilyen, hogy palotából a lörkölő játékos megüljük, aki nagy valószínűséggel mindenkit oldalba löhetett volna. Egyébként nem kell félteni a north van pénzük, hogy vásárolják. Hát Jogi még mindig, úristen, max utility van és 7750 dolcsia van, tehát a többiek sem panaszkodhatnak, esetleges körvesztességnél is lesz mit a tejbe aprítaniuk. A G2? Ezt szerintem egyébként a híróik megveri a g 2 de komolyan. Hagyjuk már elég. Ez Hagyjuk simán, a sim simán. Lenni. simán. Ez... <laughs> Yugi! Nem szeretnék vele többet beszélgetni. Szerintem a figyelmet is van Jön a boost ablakba. Felsz már fenn is van, nincs kilőve. Hang a kis avlak. sőt még ledör sem. <laughs> Ez elég izgi, nem lövi ki Felsz, hát miért is tenni? Elárulja a poziát és úgy van, megvan az egyik. Na vajon benéz a Koriba, oh. még ízi ott Ó, buka... oh, megjöttek ketten Koriból. Mik azok a ap -k? Hát azért... Egy, nem azért mondom, de valamit, valamiben beleléptek az azok a brazil fiúk ma reggel, ami nagyon nagy szerencsét hozott ma nekik. Az előző körben is azért voltak Robi szerintem a G2 nem megveri, hanem alázni fogja a híroikat. Jó, világos az arc. <sílt> csak ne fogadjatok erre nagy téttel, mert nem szeretnék mindenkit örökbe fogadni, miután hajléktalanná vált. <síltos> <laughs> oké, okay. oké, okay, bácsi. Jó, jó. Hazai oh. pályán vannak palé. <gül> <gül> nem, ez mit számít? Nincsenek nem, nincsenek nem, nem. a. Hát az, amiért nem a digit, stadionban vannak. A francia levegő, érted ugyanaz? <laughs> mint amit otthon az otthon melegébe szívnak. Meg nem tudom, mit szívnak még, de reméljük csak levegőt. Bencs moló! Takó egy kis tolószék. jó, nagyon jó. amit tetszik nekem ez a hangulat, mert mint egy ilyen kicsit olyan csipkedős, de azért még annyira nem paraszt. Szerintem ez így jó. Nem, hát, hát tudod, hogy szeretlek én. Na nézők, ja, te leszarlak. Akarom mondani, hogy te nem. Itt a nézőkre gondoltam. <laughs> -e? Hát egy jó ebédhez kell a jó hangulat, hát nehogy már. Érkezik most már Nortnak is egy időkérése, nem bírták idegekkel. Ez egyébként ezt a nagy meleget ilyen humorérzékel, humorérzék humor nélkül nem lehet bírni. Tehát... Megörülnék. majd é én a hétvégét nagyon várom már. Uh -huh. uh -huh. Bizonyám. Ott nem csak oltások az... lesznek, hanem öklösütések is. <laughs> öklözések, jó. Igen. Hát nem oda, én, én arcba gondoltam, ilyen fog. <laughs> Na persze. <laughs> Fer, megtolja rövidet, és ketten is ott vannak minden, az egyik CT visszaugrik Koniba. És Fer már bejött, hoho, egyedül volt Bén Yugi, ott hagyták őt a VP-vel. Na hát erre az az a stílusváltás. Hirtelen a lassú játékból be tudtak robbanni bére, és már 1.25-nél le fog kerülni a bombi. Hát az a mi bőr, Made in ritka. Nagyon, de köszíti. meg tudják csinálni, látod. És igazán innentől kezdve ez már vert helyzet a CT-knek, tehát mentelik el a menthetőt. És ha még itt kimentik a CT-k a fegyverek, akkor enged meg, hogy ugye még a mai nap is két meccs zajlik egy húzam van. és... eredményeket. Liquid Hair szintén szintén a B csoportnak a alsóági elődöntője. Ott egyébként Inferno Overpass ugyanúgy a második és a harmadik pálya, viszont Vertigon kezdenek a felek, ahol egyelőre 8-6-ra vezet a Liquid, de mindjárt 9-6 lesz, úgyhogy ott már túl leszünk az első fél időn. Itt is még lehet egy 9-6-os félidős simán, hogyha ezután, a taktikai időkérés után... Mondjuk két kört még be tud húzni az oroszlános csapat. Hm. Tetszik neked a logójuk? Hát, Igen, nem rossz? Miköz... Egyébként északon van oroszlán, vagy... vagy... Hogy hát lehet ezt Fehér oroszlán, tesó. Fe tényleg, tényleg, jaj, de hülye Jó, hát ez <laughs> hajnal fél egykor, tehát értem, <laughs> Úgyhogy 11 óra 42-kor keltem, na jó, nem, de... Dávid Lénárt itt a cseten, igazából egy időutazóról beszélünk, tehát ö, le volt eddig hibernálva, de olyan egy éve, vagy nem tudom, egy évvel lehibernálta magát, és most felébredt, és mi ez az augmeta? Hát, ugye még szakértő, elemző kollégánk, hogy ilyen nagy titulusban, vezessen sem föl a veszont. Ugye azt mondta még a Major kapcsán, hogy, hogy a Forest nem ahúzott akkor is. Hát egy úr, azt mondta a Forestről, hogy egy úri ember. Azóta már mindenki állt el természetesen a hát az Igen, is egyre Igen, de Nikó bírta a tehát ő az, ő az utolsó csatlakozók között volt, és akkor érkezett a hír, hogy tulajdonképpen még éppen en lehet jól használni, utána már. Én egyébként, megmondom őszintén, ezt észrevettem, hogy lassabb, tehát a fire rate-értékén látszólagosan csökkentettek, nem is keveset, de ahhoz, hogy pontatlan legyen, úgyhogy nincs bezúmolva, olyan orbitális, vettem észre a különbséget, de olyan orbitálisat, mint mondjuk a fire rate-nél, annyit nem. A pontosság inkább a durva, mert ugye eddig tulajdonképpen egy egyenes vonalban lőttél, csak lefelé kellett húzni, most már ez balra-jobbra is lezártál. Ja, most már balra-jobbra is, Aha. Így van. akkor csak én vagyok ilyen balra. Béna, és uh, nem tudok normálisan spray-t kontrollálni. Köszönöm, Robert, hogy felvilágosítottál. Hát csak a szokásos. Tudod. Én tanítlak téged. Tanítlak. Jön az átámadás, 34 másodperccel a kör vége előtt, felállnak egy magyar körre, egy füstös ára. Igaz, mondjuk az 1.32-kor szokott menni. Figyeld meg! Ez... Kettem vannak középen, kettem bén, és és most már jönnek a bvd ugyanis itt forgatni már nem lehet. Az a moló, az nem tudom, hogy a Fireboxra volt a -e számva. Felpszi a nyitó. Uff! Uh, Ez itt már nem tudta ellőni. 8 másodperc a körvéget kerül le a bomba. A kérbi megtudja a füstöt. Easy level, és Fer pedig átment a füstök keresztül. Értelmetlenül. 2v4 koldzera. Új kell. Uha. Uh, nem hozhatatlan, de Kiervit nem tudja már megölni. Takona ki van téve a bomba. Nem szedik amúgy, de Na most. El kell ölni Rossz fején kapizsgált Takó. Egyébként szerintem viszont az SG az egészen jó ki van balansz, szóval nem hiába nem nyúltak hozzá, tehát azzal nem nagyon lehet sprayelni. Viszont zoomolva sem lehet nagyon sprayelni, de legalább van egy fej hit. Egy hit fej. Pontosabban. Nem Leszki, hanem Luxki. <laughs> hát ott írta a Sziki, hogy én vagyok Jodobertó, te pedig Luxki. Én nem, én lesz ki vagyok. <laughs> Jugi. Jó. Bisarka, mi elsőd utolsó kör egyébként. Így, oh, így Nem mellékesen. Fair oh, duplázhat, hát meg is csinálja. Meg is csinálja. Simaliba, Hiervi, Granyó. Aztán gyorsan kimolizzák őt, hogy ne okozzon pár másodpercig több galibát. Majd de uh, Az igen. Még füst előtt. Igen, igen. De átmegy rajta és meglephetné fel. Mi is lepi felpszett, sőt még takót is, de végül takó ügyesebb volt, gyorsabb volt és fel hogy összesen 3K-val zárta a 15. kört. Ö, egyébként nem rossz ahhoz képest, hogy hogy indult ez a félidő, még hát mégiscsak most jön a CT oldala ennek a mirázsnak. Úgyhogy megnézzük a legjobb pillanatot az első fél időből, elmegyünk egy rövid szünetre, nagyjából két perc, és jövünk vissza. lehetőségek és rengeteg felfedezni való. Készíts saját eSport egy profilt! Kövesd a hazai és nemzetközi eSport közvetítéseinket! Légy naprakész a gaming világ híreiből! Szólj hozzá, hozd meg velünk gondolatait! Keresd és teljesítsd a küldetéseinket! Gyűjts pontokat aktivitásoddal és váltsd be őket ajándékokra! Csatlakozz az eSport egy közösséghez! Üdvözlünk titeket! Mostantól lehetőségetek lesz regisztrálni a weboldalunkra, ennek örömére pedig rengeteg nyereményjátékkal és újdonsággal készülünk nektek. A belépés legkönnyebb módja, ha a Google Play-en és az App Store-ban megtalálható Good ID applikációt használjátok. A belépésre való kattintással feltűnik előttünk a Good ID kék gombja. PC esetén a GoodID applikációval olvashatjátok be a QR szimbólumot, mely kihagyhatatlan a tovább lépés folyamatában. A korábbi adatokat az app már kitölti, és a tovább az eSport egy gombra, már is beléphettek a weboldalra. Ha PC helyett telefonon néznétek az oldalt, még egyszerűbb dolgotok van, ugyanis a GoodID-ban megjelenő eSport egy ikonra pöccintve már csak a kívánt böngészőt kell kiválasztani, és azonnal ott is vagytok az oldalon. A folyamat legesleg végén felhasználó nevet és születési időt is meg kell adni. Szereted a kihívásokat? Kattintsatok, lájkoljatok, szóljatok hozzá cikkeinkhez, gyűjtsétek a pontokat és váltsátok be különböző nyereményekre. További részletekért keressétek a soron következő videónkat! Most a képen látható perifériákat, pontosabban hardware egy SSD-t és egy gépházat lehet nyerni, amennyiben részt vettek részt vesztek nyereményjátékunkban. A felkijáltóják küldetés parancsolat tudjátok ezt lehívni és elolvasni a részleteket. Igazából nincs mm, hogy mondjam, nem bonyolult a dolog, tehát uh, itt le is írjuk nektek részletesen. Be kell regisztrálnatok az esport ra Lehetőleg gudáidival felvenni a weboldalán található küldetést, teljesíteni a feladatokat. Igen egyszerűek, úgyhogy nem kell megijedni, és várni türelemmel. Na de, hogy nézem már is indul a második félidő, úgyhogy ne is lacafacázzunk, ugorjunk be. Mondom. Jaj, a leugrottam! Micsoda ugrás! egy szuperhős landolás volt, azt hiszem. Úgy, <laughs> egy kicsit a gyors támadás lesz ez, hát egészen elképesztő. Fer, tud-e pötyizni? Nem! Jaj, gyorsan ledarálja! Taps, egy, ba. kettő! Ha... <tökször> Nincs sebzések. Géd! Tegyük le a bombit. De kerül. Aj, mire számít, Koldzera? Hát micsoda hideg vér. Kérdezik, de közben... Teljesen összezavart a hogy mizu. De a bomba beszarult. Az beszorult. be? Kérdezik mi? Segítség majd kérbitől. És nagyon nézhet ki. Még szerencsék, hogy ilyen a hamar bejutottak, és így... és Fallen nem vette észre! A Talán már de. arra is gondolhat, hogy... itt kiment! Ő ott bújik nincsában egész végig! És most megyett Fallen hát ez hihetetlen! De nyilvánvalóan erről meg nem tudnak a gd tehát... nem fog lekerülni, a bomba egy hamar. Ráadásul Koldzera itt maradt, átkötőben. ez hogy hallották hogy hol -e átment. pedig pedig Koniban. Megbújt és ki Erbi fog nézni. Ujjjjjjj. oh, nem vette észre a fegyvercsövét! Viszont Coldzera, már őt igen, azt a micsoda raptorkész, gyerekek. Túl pengéd. És Géd még nem teszi le bombit. De miért nem? Megölj előbb Vagy nem? Na ez Jaj, már valami. Szúrható. Jaj! És sietnie kell a cét, mert nincs kit. Ó, oh, uh, és a végül. Ez a kört. Fú, hát ez Látom. viccesebben alakult ez a kör, mint vártam, főleg a kezdeti berobbanás után. De így a 14. körét meg tudja szerezni a Made in Brazil, és a következő kört is ezzel vehetően. MP9-ek, tehát nyilvánvalóan súlyos hajszárításra készülnek a brazilok. Azt hallottam, hogy a brazil barbershop a legjobb. Igaz ez? Láthatod, nem? Ott <sínt> <sínt> keres a differencia, forszol a Nord, de úgy, hogy dobáltak egymásnak AK-t, SG-t, Galilt. Valaki vett, szerintem Géd vett és kiérbő kapott egy alkát, mondjuk valdétó vagy 2 eskét kapott Yugi. és így, hogy ellövi magát, így már tudja a Made in Brazil, hogy force van. Én egy fakító, uuh, kiérbő is hagyja az alkát, Yugi az eskét, mint nem is a dezis játékosokkal végez, vagy talán a Glókossal, a Galilossal a Made in Brazil, hanem pont két Legerőteljesebb fegyverrel rendelkező terror tiktatja ki. Három jött. Nem agresszió, fólentől tovább, inkább csak itt megáll konapén. itt leül, pihen. Hát, ez egyszerű. Felpszod, aki mondjuk most térámpát, illetve Connectort néz, de hát ez is inkább ilyen shoulder peek-ek. És most már még mindig nem látott tét. Na most. Azért még továbbra is félni kell a illetve az SG-től, úgyhogy nem teljesen lehet biztonságban a Made in Brazil. Erre viszont nem számolnak abszolút. falennel, aki duplázik immáron, és Gil is 45 HP-val. Azért még csak letette, és még ölni is tudott. Nem rossz, nem is szörnyű. Ez olyan, mint a 3,6 röngen. Ilyet, tényleg, nem lát, de nem láthattad. Az... Én nem láthattam. Látod a sorozatot? Persze. És? De hát mind tudjuk, hogy kamu. Mi? És a CIA ügynek okozták. Ja, per, hogy ne? Én voltam ott. Nem, te, te annak hatására lettél itt leszki ki, azért vagy ilyen. Ja, igen. Egyébként három lábam van. A harmadikat így néha felhúzom itt a nevesebb. Na jó. Egyébként a két egy az hasonló statisztikával bír, 17-17 Kervinél, illetve Fernél, csak annyi, hogy Fernek kicsit jobb az ADR-je. Aki jelenleg gyengelkedik, az Yugi, és én ezt már tegnap is megfigyeltem. Pedig amúgy a heroic nagyon durván játszott, nem? Tehát onnan viszont meg kilógott. Igen, hibákat uh, vét sokszor az AVP-vel. Én azt vettem észre, hogy, 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 hogy misszelget, szeret misszelgetni. nyilván nem akar, de, de szeret. Per, agresszív alsóban, és teljesen vak volt Kirby half van a North. Yugi nem is vett semmit, hogy megint AVP-t vehessen. Izinél csak Dezi Kevó nélkül, és... Senki nem jön palotából. Senki rámpán fog feltörni. Fallen. Az ő vp el először. Nem mi bázik. Jók a vakítók. Ú, és felps folytatják. Phelps. Kettő-kettőben osztozkodnak. És végül fair. És húz magának egy gyilkosságot. A fegyveres köre pedig most lehet a Northnak, ugye két körrel ezelőtt tulajdonképpen ráforszoltak a bomba letétele miatt. Bátor, bátor húzás volt. Ezért most a 19. körben tudnak új fent vásárolni, és ezt is úgy, hogy ne, nem, jó mindenkinek. Ugye a VP miatt van kevesebb gránátja de teljesen korrekt. Azért ez mégiscsak egy 4750 dolláros fegyver. Mert... próbálkoznak majd a ték? Mer, ugye előző körben alsóval próbálkozott, ott, ott próbált entry szerezni. Most viszont közepet fogja fel tolni, talán nem egy crossfire-t alakít ki. Fallen előnézi top midet, fel pedig alsót. Puha, uh, juginám, most beindult az AVP, mind a két középvédőt kiiktatja, jön az ablakfüst, kozera még kinéz, de nem lát meg senkit. Nincsen nagyon info. És ez a két elesett ember középen, ez a Nordnak adhat egy lehetőséget arra, hogy tojanak akár egy split B-t, vagy egy split át. És igazából... Kicsit. B-n. Igen. Palotába Easy fog menni, és Valde valószínűsíthetően, és középről viszont meg egyetlen egy játékos sem. Ami nekem azért fura, mert legalább egy, egy embert ott hagyhattak volna. Ugye ezt például csináltam én, Brazil is fair volt, aki folyamatosan uh nem folyamatosan, de amikor ilyen köre volt a Made in Brazilnak, akkor ő volt középen és vágta el a visszaforgó CT-ket. És akkor bejönnek rámpáról, illetve palotából. Kolzerára nem jut füst. Vagy nem áll. majd kapja vissza. Szerintem szóval a Phelps késő kapta el. Viszont tud duplázni, ami nem rossz. Vagy pótolja a smoke -ot. Hát azért durca lenne. Kérvi tudja, hol a bomba. de nagyon jó pozíció van, de lehet, hogy még ez lesz jó, Felps. Meglátja őt is, 3K-jugi és kierbi. Ereség, mit csinál Felps? 4 K-vel jár immáron. Valakinek le kéne szedni, és ez meg is fog történni Felps révén, még takó végzett jugival. Hát nagyon kitett magáért. 3V5-riték. Ez hogy lehetett elbukni? Két nagyszerű entry után középen. Hihetetlen. Érthetetlen. nem egy jó hír ez most a Northnak. Itt lehetett volna egy ilyen normális kapaszkodási lehetőség. Megszórják ami amiből végül is csak 52 HP-t, vagy 48-at tudnak levenni, de pedig nagyon korán elesik palotából. Úristen, egyenként Úr. hullik el a North. Itt bejött. Ah! Most tudta fejbe lőni Phelps. Itt azonban annál inkább. Ugye ez a füst... Arra lesz majd jó, hogy bocsánat, fejbe tudta lőni, én nem is vettem észre, hogy fejbe volt, csak nem volt. Fer, micsoda poziban hal alatt kódzer érne segíteni. elvéti, nem bír elni, jogi is meghal. Te hát oda, nem hozott még kört a North. Egyesével bepíkelünk mindenhova, ez mindenhonnan, mindenhova, és, és nem tudjuk megnyerni a párharcokat. Hogy mondtam, <laughs> ez nem a Nord pályája, viszont Inferno-n találkozott már egymással ez a két csapat, ha jól emlékszem, ugye BO1-ben. Nem bocsánat, a Mouse Sports verte meg a Made in Brazilt. A második pálya majd Inferno lesz, a statisztikák úgy néznek ki az elmúlt három hónapból, hogy 9-szer játszott a brazil csapat, 44%-os sikerrel, a North azonban 10-szer és 70%-os sikerrel, tehát 10-ből 7-et nyertek. Nos, érdemes megnézni, hogy milyen versenyeken is ki kellene, de az igazság, hogy ennek nagy része például az e -Chain volt, ahol mind a két csapat ott volt. Ó, csak tudod, azért mondtam, hogy a matek tudásomat ott a north-nál hát megvillancsam. Hát egészen elképesztő. <síthat> és füstös B! Execute. Nem ugrik le, és is és itt van közel, ketten is közel állnak, teraszon akkor elmegy Lof aztán leugrik. Az kevés. Kod... Igen, Kodzera píkelt egyet. Ott rossz a vakító. Jézus! Mi? Fermék fejbe tudta lőni Jugit, és Takó! Az SG-vel elhúz még egyet, kettői oh, három. segít! Holland. És megnyeri a Made in Brazil a első pályát. 16 öt, kört nem hoz a második félidőben a Dán.